Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Május 20-a van, Bernát névnapja. 525 éve Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába, Afrika megkerülésével. Most pedig lássuk a nap kiemelt híreit röviden. A VMS tisztújító közgyűlése Kishegyesen. Megnyitotta kapuit a 90. nemzetközi mezőgazdasági kiállítás Újvidéken. Felsőoktatási tájékoztató körutat szervezett a Magyar Nemzeti Tanács középiskolások számára. Családi napot tartottak a Szabadkai Vackorban. Kishegyesen tartja tisztújító közgyűlését a Vajdasági Magyar Szövetség az átépítés alatt álló színház teremben 336 küldött részvételével. Ez az épület a szimbóluma mindannak, amit az elmúlt 4 évben tettünk, mondta a közgyűlés megnyitóján Pásztor István. Összefoglalni egy 4 éves periódust embert próbáló feladat, mondta a közgyűlési ülések között eltelt időszak munkájáról szóló elnöki beszámolójában Pásztor István. A népszámlálással kapcsolatban elmondta, szomorúak az adatok, de azért jó, hogy 9 évtized után végre előnyt jelent Szerbiában magyarnak lenni. Egy perces néma csenddel emlékeztek az elmúlt 4 évben elhunyt tagtársakra és a VMS harcos társaira a közgyűlés elején. Az eseményen mások mellett vendégként megjelent Pirityiné Szabó Judit, Magyarország nemzetpolitikai államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője és Fremond Árpád az MNT elnöke is. Összefoglalni egy összetett, 4 éves periódust ember próbáló feladat. Személyes is, mindannyian a saját életünk, munkánk, feladatunk, sikereink és kudarcaink lenyomataként éljük meg a mögöttünk hagyott időt, mondta Pásztor István. Sikeres 4 év áll mögöttünk. Olyan 4 év, aminek a végén joggal érezhetjük magunkat elégedetnek. Helytáltunk, szolgáltuk nemzetünket, közösségünket és szülőföldünket. Becsülettel, odaadással, elkötelezetten. Higgadtan, normálisan, mértéktartóan. Köszönetet mondok ezért mindenkinek. A Vajdasági Magyar Szövetség nagy politikai közösségének. Azoknak a vajdasági magyaroknak, akik velünk együtt küzdöttek, pedig nincs pártpolitikai kötődöttségük. Köszönetet mondok partnereinknek, szövetségeseinknek, a Fidesz-KDNP pártszövetségnek, Magyarország kormányának, a Szerb Haladó Pártnak és a többi itthoni szövetségesünknek, a szerb és tartományi kormánynak és az önkormányzati és kisközösségi partnereink felsorolhatatlan sokaságának. Pásztor István a koszovói helyzetről is beszélt, a trianoni békediktátumhoz hasonlítva a helyzetet. Hányszor hozta fel példaként a Koszovóról folytatott parlamenti vitában a frakcióvezetőnk a mi zsigereinkbe égett történelmi tapasztalatot, a történelmi igazságtalanságot, a nemzetközi politika cinizmusát, az elvek elferdítésének és sútbavetésének, a kettős mérce alkalmazását és azt, értjük az szerbek felháborodását, osztozunk benne, mivel mindezt megtapasztaltuk 100 éve a saját bőrünkön. Hatásai ma is érezhetőek. Pásztor hozzátette, a békediktátum aláírásának 101. évfordulóján avatták fel Bíró Károly egész alakos szobrát Szabadkán. Szerinte a szoborállítás ott és úgy a VMS-nek az utóbbi hosszú időszak legnagyobb politikai teljesítménye. Kiemelte, a Vajdasági Magyar Szövetség a koronavírus járvány idején is helytállt. Képviselőink, államtitkáraink, tartományi tisztségviselőink és önkormányzati embereink szerepe azokban a hónapokban talán az átlagosnál is fontosabbá vált. A tanáraink és a Pannon RTV hihetetlen teljesítményéről se feledkezhetünk, akik sok ezer felvett órán tananyaggal segítették a diákokat, hogy a jelenléti oktatás szüneteltetése ellenére
az előírt tananyag könnyebben elsajátítható legyen. Mindeközben vártuk a védőoltást, aztán szerveztük az oltást. Pásztor István azt mondta, nem kívánja megkerülni a népszámlálási adatok kérdését. Szerinte van okunk a szomorúságra, de az azért jó, hogy 9 évtized után végre előnyé vált magyarnak lenni. A szülőföld felemelkedése, élhetővé tétele és válása vajdasági magyar érdek volt, és az is marad. Az élhetőség mértéke az itthon tartás esélyének fokmérője. Aki ezt tagadja és nem hiszi, semmit sem ért. Végezetül a többször elhangzott magyarázat elemei közül azt szeretném kiemelni, ami a legfontosabb. Megtettünk-e mi mindent, hogy itthon tartsuk, akit csak lehet? Igen, megtettünk. A lélek mienségét az identitás határozza meg, az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a nyelvhasználat, hangzott el az elnöki beszámolóban. Pásztor hozzátette, minden kiskorban dől el. Ezért fektetünk a nemzetpolitika megtestesítővel kalöltve akkora energiákat abba, hogy minden pici gyerek magyar anyanyelvén kezdje el létét, óvoda előtti és óvodai neveltetését és oktatását. Pásztor szólt a sportfejlesztésekről. A TSC első csapatának pazar szereplése mellett közel 2000 kisgyerek rendszeres sportolását biztosítja a klub. Felépült és működik a Vajdasági Birkózó Akadémia, de elindult az asztali tenisz újbóli fejlesztése Csókán és a kosárlabda szervezési kereteinek megteremtése Szabadkán. A kultúra terén előtérbe kerültek a magyar érdekeltségű közgyűjtemények, könyvtárak, múzeumok, levéltárak állománygyarapítása. A médiánk tekintetében is pozitív dolgokról lehet beszámolni, mondta Pásztor István. A Szabadkai Médiaház betölti funkcióját, otthont teremt és jó munkafeltételeket biztosít a Pannon RTV-nek, a Hétnapnak és a Magyar Szó Szabadkai szerkesztőségének. A gazdaságfejlesztési program legalább 50 ezer vajdasági magyar szülőföldön való boldogulásához járult hozzá, emelte ki Pásztor István. A választásokkal kapcsolatban azt mondta, a VMS mindegyiken helytállt, jól, ereje felett teljesített, a maximumot megközelítve. A népszámlálás eredményeit nem elfelejtve, kisebb lélekszám produkált, elismerésre méltó eredményt. Kapcsolunk Kishegyesre, a VMS közgyűlésének helyszínére, Mészáros Györgyhöz. Szia, mi történik most? Köszöntöm a nézőket. Nos, néhány perccel ezelőtt jelentette be Barát Gábor Gergely, a Szavazatszedő Bizottság elnöke, hogy Pásztor Istvánt újra választották a Vajdasági Magyar Szövetség elnökévé. 2007 óta, amióta a párt élére először került, 5. alkalommal választották meg elnöknek. 336 küldött van jelen a VMS közgyűlésén, közülük 334-en adták le szavazataikat. 330-an Pásztor Istvánra szavaztak, 2 ellene, illetve 2 tartózkodtak. A küldöttek ezen kívül megválasztották az 50 tagú tanácsot is, amelyen egyébként 128 név szerepelt, mármint a szavazó lapon is, közülük került ki az 50 leendő tanácstag, és ők információink szerint nagyjából a következő héten fognak majd összeülni, és megválasztják a Vajdasági Magyar Szövetség jövendőbeli elnökségét, az elnököt, illetve az alelnököket. Nos, el kell mondani, hogy ugye még mindig zajlik a Szavazatszedő Bizottság jelentése, és várhatóan 18 óra után kerül majd sor sajtótájékoztatóra, amikor Pásztor István az 5-ször megválasztott Vajdasági Magyar Szövetség pártelnöke a nyilvánossághoz szól, illetve a sajtó képviselőit informálja az elkövetkező 4 évben tervezett programjairól. Ennyit tehát egyelőre Kishegyesről, tehát még egyszer mondom, Pásztor Istvánt néhány perccel ezelőtt hivatalosan is újra választották a Vajdasági Magyar Szövetség elnökévé immár 5. alkalommal. György, köszönjük!
Országszerte folytatták a tüntetéseket az elégedetlen mezőgazdasági termelők. Több településen is traktoraikkal zárták le a nagyobb utcákat. Ezzel egy időben képviselőik Belgrádban tárgyalnak a szerb kormány tagjaival. Reggel 9 órakor a bejelentések szerint lezárták az elégedetlen mezőgazdasági termelők a Szabadkai Strossmayer utcát egészen a körforgalomig. Addig maradnak itt, ameddig követeléseiket nem teljesítik, de kilátásba helyezték azt is, hogy átvonulnak, ahogy tegnap is, a Pátria szállónál található aluljáróhoz, és azt zárják le. Ezzel egy időben reggel Belgrádban a mezőgazdászok képviselői a kormány tagjaival ültek össze. Követeléseik nem változtak, a tej felvásárlási árának növelését kérik adó nélkül 78 dinárra, a területalapú támogatás megemelését hektáronként 35 ezer dinárra, illetve annak 20 hektáros korlátjának eltörlését. Elégedetlenek továbbá a mezőgazdasági célokra felhasznált dízel üzemanyag árával is. A szabadkai mezőgazdászok a polgárok megértését kérik az okozott közlekedési dugók kialakulása miatt, de úgy érzik, nem tudják másként felhívni a döntéshozók figyelmét a jelenlegi elmondásuk szerint kilátástalan helyzetre. A külföldi mintára vett állami követelmények mellé külföldi támogatási modelleket kellene párosítani a földművesek szerint. Jednostavno taj sistem mora bit uređen. Ne može da žito košta 18 dinara, da brašno bude 117 u prodavnici, hleb 90, kifla 50. Ne može. Znači, ako je blokada vazila za poljoprivrednike i moć izvoza za poljoprivrednike, onda moć države mora da se pokaže i dalje. Ako je mleko 70 dinara, a u prodaji 170, vi objasnite ljudima i građanima zašto je to tako. Zašto se moć države pokazala prema seljaku, a nije se pokazala ni prema kome u lancu, prema proizvođaču ili potrošaču. Az országos szintű tüntetésekhez a Szabadka környéki termelőkön kívül számos településről csatlakoztak a földművesek. Traktorosok vonultak az Újvidéki Vásár épületéhez, a Mácsvai körzetben 4 utat zártak le, illetve a Loznica-Sabac gyorsforgalmi utat. Kelet-Szerbiában is tüntetnek a termelők, ott is a helyi jelentőségű utakra vonultak ki a munkagépeikkel. A tárgyalások végül több órán át tartottak Belgrádban a szerb miniszterelnök és a gazdák képviselői között. Sajtóinformációk szerint a termelők egy megoldási javaslatot kaptak a kormánytól, amelyre válaszukat este 8 óráig fogalmazzák meg. Megnyitott a kapuit a 90. nemzetközi mezőgazdasági kiállítás Újvidéken. Az agrárrendezvény többek között teret ad az ágazatban elért újdonságok bemutatására, valamint üzleti kapcsolatok kialakítására. Az esemény idei partnerországa Olaszország. A vásáron a többi között mezőgazdasági gépek és élelmiszeripari berendezések tekinthetőek meg. Az organikus és biotermeléssel foglalkozó gazdaságok és cégek is bemutatkoznak az eseményen. Ahom je zaredom treća godina i ranije za vreme bivše Jugoslavije sam dolazio. Što se sviđa prvenstveno ovde na sajmu? Prvo ambijent, onda razlikost poljoprivrednih usjeva najviše, to sam najviše razgledao i tako. A kiállításon 1100 kiállító vesz részt 26 országból. A külföldi vállalatok mellett teret kapnak a szerbiai cégek is. A Metron Kft. Már több éve részt vesz a kiállításon. Elsősorban nedvességmérők a Dicky John képviseletében, ami úgymond van világ első. Vannak a magyar műszerek, ezek beltartalmi analizátorok, tehát itt a nedvesség, fehérje, olaj, zsír, sikértartalom, és így tovább. A többnapos kiállításon állattenyésztő, gyümölcstermesztő, valamint családi napot is tartanak. A megnyitón Újvidék polgármestere azt mondta, számos támogatással segíti a város a mezőgazdasággal foglalkozókat. Ono što je novina je da grad je počeo sa merama podrške za male porodična gazdinstva, koja se bave preradom, kao i proizvođače vina. Takođe svake godine Gradska uprava za privredu ispred grada Novog Sada učestvuje na poljoprivrednom sajmu gde poljoprivrednicima
zainteresovani za subvencije grada mogu da se informišu. A kiállítást a szermezőgazdasági miniszter Jelena Tanászkovics és Francesco Lollobrigida olasz mezőgazdasági miniszter nyitották meg. Olaszország harmadik alkalommal a rendezvény partner országa. Most 21 céggel és vállalattal mutatkozik be. Két szemináriumot is szerveznek, amely elősegíti a partnerországok közös fejlődését a mezőgazdaság területén. 583,5 miliona eura je robna razmena ostvarena u 2022. godini upravo sa Italijom u smislu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, što je za 20% više od 2021. godine. Zaista velika čast je, jer ogroman potencijal postoji i ono što ćemo mi raditi nadalje jeste to što ćemo unapređivati našu saradnju. A belépőjegyekkel ezúttal is sorsoláson vesznek részt a vásárra látogatók, mégpedig két traktort, egy vetőgépet, egy műtrágyaszórót és egy permetezőgépet sorsolnak ki csütörtökön. Az ünnepélyes átadás pénteken, a kiállítás utolsó napján lesz. Letette hivatali esküjét Jakov Milatovic. Montenegro új elnöke azt mondta, minden polgár miniszterelnöke lesz, függetlenül nemzeti és vallási hovatartozásuktól. Hozzátette, nagy feladatok előtt áll, és ezek elvégzéséhez szabad környezetben lát hozzá. Ezek közé tartozik a belső megosztottság felszámolása, független intézmények kiépítése, az emberi jogok tiszteletben tartása, a független igazságszolgáltatás, az esélyegyenlőség és a fenntartható gazdasági modell. Milatovic beiktatásán 200 meghívott vett részt, tisztségviselők, nagykövetek, valamint Gabriel Escobar, az Amerikai Egyesült Államok nyugat-balkáni külön megbízottja is jelen volt. Szerbiát Alekszandar Vučić államfő képviselte. Montenegró népe iránt érzett tiszteletünkről tettünk tanúbizonyságot azzal, hogy részt vettem az ország új elnökének eskütételén, mondta Alekszandar Vučić Podgoricában. A szerb elnök a legjobbakat kívánta montenegróiaknak a jövőben, amelyben számíthatnak Szerbia őszinte barátságára és partnerségére. Vučić Instagram fiókjában is tett egy bejegyzést az eseménnyel kapcsolatban. Azt írta, Szerbia mindig is a politikai párbeszéd megerősítése és a két ország közötti mindennemű együttműködés híve volt. A jó időbe köszöntével ismét egyre több a migráns Szabadkán és környékén. Az illegális bevándorlók többsége a belombosodott erdőkben bujkál. A helyiek szerint a rendőrség ugyan folyamatosan ellenőrzi a terepet, de a migránsok ennek ellenére mégis egyre többen vannak. A szabadkai befogadóközpont udvarán napoznak a migránsok, egyre többen. Hetekkel ezelőtt itt még alig volt illegális bevándorló, mostanra viszont szemmel láthatóan többen vannak. Köszönhető ez főként a megenyhült időjárásnak is. A helyiek szerint egyértelmű, hogy merre mennek este felé a migránsok. Az erdő felé mennek mindannyian. Biztos a határon át készülnek. A helyi férfi állításai pedig pontosak voltak, hiszen stábunk is úton útfélen migránsokkal találkozott a maghetesi erdőben, akik autónkat meglátva gyorsan a fák közé bújtak. Nem csak a szabadkai befogadóközpontban, hanem itt a maghetesi erdőben is megszaporodott a migránsok száma. Napközben általában rögtönzött sátortáborokban bujkálnak az erdőben, az éjleple alatt pedig innen próbálnak meg átszökni a néhány száz méterre található magyar határkerítésen. Az erdő mellett élők szerint a szerb rendőrség folyamatosan járja a terepet, de a migránsokat ez nem fékezi meg. Sétálnak, mennek, néha mennek csapatban, néha még 3-4, de ha mennek, rendőrök is szedik össze őket. Mennek az erdő felé is, az utcákon is, a főúton is, szóval vannak még mindig sajnos. Az illegális bevándorlók számának újbóli megnövekedése miatt pedig a migránsok közötti összetűzések esélye is megnövekedhet, vélik a helyiek. Jóvá hagyta az Egyesült Államok, hogy nyugati szövetségeseik modern F-16-os elfogóvadászgépeket adjanak át Ukrajnának. A döntést Joe Biden elnök jelentette be a G7-ek tanácskozásán Japánban. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök történelmi lépésnek nevezte az USA lépését, mivel országa már hosszú ideje kéri a nagy harci értékkel rendelkező repülőgépek bevetését. A döntés értelmében azok az országok, amelyek rendelkeznek F-16-os gépekkel, szabadon eladhatják, vagy
átadhatják azokat Ukrajnának. Első lépésként a pilóták és a kiszolgáló személyzet kiképzését végzik el, csak ezután érkezhetnek meg a repülők a háború sújtotta országba. Egyes NATO tagállamok attól tartanak, hogy a lépés tovább mélyíti a konfliktust, míg Ukrajna és támogatói szerint az elfogó vadászok segítségével visszanyerhetik az ország légtere felett az irányítást az oroszoktól. A nyugati légvédelmi fegyverszállítmányoknak köszönhetően az orosz légierő jelenleg is csak nehezen és jelentős körültekintéssel tud műveleteket végrehajtani Ukrajna felett. A G7-ek felszólították Kínát, hogy gyakoroljon nyomást Oroszországra az ukrajnai háború befejezése és csapatai feltételek nélküli azonnali és teljes kivonása érdekében. Peking kelet- és dél-kínai tengeri, valamint tajvani befolyásának kiterjesztésével kapcsolatban a G7 megjegyezte, határozottan elutasítanak minden egyoldalú kísérletet a status quo erőszakos megváltoztatására. Hozzátették, a tajvani szoros békéje és stabilitása elengedhetetlen a nemzetközi közösség biztonsága és jóléte szempontjából. Az országcsoport biztosította Pekinget, hogy továbbra is a pekingi kormányzatot tekinti Kína egyetlen legitim kormányának. Tajvan 1949 óta önálló kormányzattal rendelkezik, de a pekingi kormány Kína részének tartja a szigetet. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. 27. alkalommal szervezték meg az Énekelt Versek Zentai Fesztiválját. A Novi Pazár együttese ellen idegenben játszik vasárnap 21 órakor a topolyai TSC labdarúgó csapata. Felsőoktatási tájékoztató körutat szervezett a Magyar Nemzeti Tanács középiskolások számára Szabadkán. A diákok az egynapos tanulmányi úton betekintést nyerhettek a szabadkai intézmények működésébe, valamint egy valós képet kaphattak arról is, hogy a későbbiekben milyen lehetőségek közül választhatnak, ha Vajdaságban szeretnének tovább tanulni. Szabadkára 40 diák érkezett Vajdaság több településéről azért, hogy megismerkedjenek a felsőoktatási intézményekkel és az ott dolgozó tanárokkal, valamint diákokkal. A legjobban az érdekelt, hogy az itteni vajdasági egyetemeket átbírjam nézni alaposan, hiszen hogyha a középiskolát kijártam, akkor muszáj lesz egyetemre mennem egy jobb állás érdekében. Ma legjobban a közgazdasági egyetemet szeretném megnézni, és elég jó itt a hangulat. Miért a közgazdasági egyetemet várod? Mivel ugyebár közgazdasági középiskolába is járok, és így érdekel ez a szakirány. A rendezvény házigazdája a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola volt. Ami a mai napot illeti, ugye a megnyitó után mi bemutatjuk az intézményünket, elmeséljük azt, hogy milyenek a lehetőségek, aztán pedig, hogyha nálunk kötnek ki a gyerekek jövőre, akkor lehetnek képészmérnökök, villamosmérnökök, informatikusok, mechatronikusok, illetve mérnöki menedzserek. A Magyar Nemzeti Tanács egyik fő célja a felsőoktatási intézményekkel együtt, hogy tájékoztassák és esélyt adjanak azoknak a fiataloknak, akik itthon, Vajdaságban képzelik el a jövőjüket, mondta Varjú Potrebics Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának tagja. 2016 óta szervezi meg a Magyar Nemzeti Tanács az egyetemek látogatása elnevezésű programot, természetesen 2020-ban és 2021-ben szünetelt a Covid-járvány miatt, de újra beindították 2022-ben, már sikeres volt, és itt az idén is úgy véljük, hogy sikeres ez a program. A következő fiatalokat segítő és ösztönző program a szerb nyelvi képzés lesz, amit majd júliusban szerveznek meg. Családi napot tartottak a szabadkai Vackorban. Egy közös programmal várták a nevelők a kicsiket és a szülőket, ahol szakmai kérdésekről is szó esett, és az önfelett játékra is lehetőség volt. Édesanyjával rajzol Liza, de számos verset és mondókát is tud. Fű, szép zöld fű, elett kite zöld fülű. A programokat a gyerekek életkorához igazítva szervezték meg. Ezek között voltak logikai, csapat és sportjátékok, a szülőkkel való közös foglalkozások, de különböző előadások, például bűvészmutatványok is. A szülők szerint a gyerekek sokoldalú nevelést kapnak a Vackorban.
nagyon, tehát maximálisan nagyon sok dolgot hoz haza, amit biztos nem én tanítottam, tehát ebből látom, hogy ő ezt itt nagyon élvezi, nagyon sok verset mond, számol, nagyon sokat beszél, mozog, úgyhogy ezt mind itt tanulja, mind itt fejlődik. Az intézmény 3 óvodai és 2 bölcsödei csoportban fogadja a gyermekeket 1 éves kortól egészen iskolába indulásig. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az a saját anyanyelvükön tanuljanak. Ez a kor az ő életükben egy nagyon fontos időszak, amikor nagyon sokat tanulnak. Nagyon-nagyon fejlődik a beszédkészség, a különböző képességeik. Az intézmény a magyar kormány támogatásával és a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében jött létre. A Vackor program egyik kiemelt prioritása a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hiszen a Vackort maga a Magyar Nemzeti Tanács működteti azzal a céllal, hogy elérhető legyen a magyar nyelvű óvodai program minden családnak itt Vajdaságban. A Vackor program bővülni fog a jövőben több helyszínnel. A nevelők célja, hogy a gyermekek számára szeretetteljes légkört biztosítsanak, ezáltal nyitottabb és jól nevelt gyermekek lépjenek ki az óvodából. Horvátországból is érkeztek versenyzők az Énekelt Versek Zentai Fesztiváljára, amelyet idén 27. alkalommal szerveztek meg a Tiszamenti településen. A versenyprogramban, amelyet pénteken tartottak meg a Zentai Kamaraszínházban, minden résztvevőnek 2 kötelező és 1 szabadon választott költeményt kellett feldolgoznia. Drávaszög különböző helységeiből származnak a 2020-ban verbúválódott Pertlik zenekar tagjai, akik idén első alkalommal látogattak el a Zentai Fesztiválra. Bár díjat nem sikerült szerezniük, a közönség vastapsal jutalmazta a 4 tagú együttes fellépését. Igazából a tapasztalatszerzés miatt jöttünk, és egy kicsit kilépjünk a komfortzónánkból, és hogy hát kipróbáljuk ezt is, hogy milyen, amikor egy számunkra ismeretlen verset, vagy ismert verset zenésítünk meg. Eddig csak ismert zenekaroktól énekeltünk. Az idei évben a kötelezően feldolgozott költemény kategóriában Lennert Muger tíme a Táj zene szó vagy 40 felett című költeményét dolgozhatták fel a résztvevők. A költemények szerzője zsűriként is részt vett a versenyprogramban. Számomra nagyon fontos, és én tulajdonképpen szinte egy díjként élem meg ezt a lehetőséget, hogy az énekelt verseken az én költeményeim kerülnek megzenésítésre. Én azt gondolom, vagyis hát számomra az alkotás kapcsán és az alkotási folyamatokban is mindig fontos az, hogy ha valaki egy-egy alkotó, tehát legyen az zenész, legyen az képzőművész, tovább gondolja ezeket a verseket, akkor én azt gondolom, hogy hát ettől többet egy alkotó tulajdonképpen nem érhet el. A megmérettetésen 8 egyéni előadói zenekar vett részt. A verseny fődíját végül a budapesti Németh Viktor zsebelhette be. Ez most azt hiszem, hogy 5. alkalom volt, hogy részt vettem, nem zsinórban feltétlenül, ott volt 2 év kihagyás. Nagyon tud inspirálni a kötelező vers, ha olyan, hogy fel tudom fogni. Nem mindig volt olyan, hogy fel tudtam fogni, de amikor fel tudom fogni, akkor az inspirál. Másrészt egyáltalán az, hogy megvan ez a lehetőség, hogy az ember szabadon, büntetlenül hozzáértő emberek füle hallatára, vagy az ő számukra verseket énekeljen el. Második helyezett lett a budapesti 2 Tamás formáció, harmadik helyen az udvarnoki Emi végzett, a veszprémi Rauser Géza pedig külön díjban részesült. Egy szeretetre épülő találkozó az Énekelt Versek Zentai Fesztivál, és láthatjuk azt is, hogy nagyon sok visszatérő versenyző és szórista. Miért? Azért, mert szeretettel fogadjuk őket, bemutatjuk itt a zentai értékeket, és ami a legfontosabb, amit említettem is, hogy a vajdaságiasságot, a vajdasági létet, a vajdasági költészetet, költőket, és ezáltal olyan kapcsolatok is tudnak szövődni egy Kárpát-medencei szinten, hogy ezek a versenyzők utána is tartják a kapcsolatot. Szombaton a 7 órától kezdődő gálaesten a Kaláka együttes lép színpadra, Grillus Dorka és Simon Kornél színművésszel kiegészülve.
Idén is egy tonna kukoricával jutalmazza azt a háztartást a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület, ahol a legtöbb füsti fecske fészkel. A szerencsés fészek kategóriában vásárlási utalványokat sorsolnak ki, amelyekkel annyi gyümölcsfa csemetét vásárolhatnak a szerencsések, ahány fészek található a portájukon. A versenyt május 22 és június 5 között szervezik meg, és minden falusi háztartás részt vehet benne, amely fontosnak tartja az emberek és a fecskék barátságát. A részvételhez legalább egy olyan fészekkel kell rendelkezni, amelyben füsti fecskék fészkelnek. A zsűri ezután ellenőrzi a bejelentett fészek számot, és amennyiben az megfelel a valóságnak, a nevező részt vehet a versenyen. Azok a gazdák nem szállhatnak versenybe, akik az előző években már elvitték a legtöbb füsti fecskével rendelkező portának járó díjat. További részletek a pticesrbije.rs oldalon. A Novi Pazar együttese ellen idegenben játszik vasárnap 21 órakor a Topolyai TSC labdarúgó csapata a Szerbs labdarúgó Szuperliga 36. fordulójában. A topolyaiak vezető edzője Zsarko Lazetić elmondta, hogy a TSC papíron a favorit a soron következő mérkőzésen, de hosszú az út a győzelemig. Novi Pazarban mindig nehéz játszani, nem csak a stadion és a pálya miatt, hanem a játékok minősége miatt is. Hiszem, hogy a maximumot nyújtjuk majd, és elérjük azt az eredményt, amit szeretnénk, vélekedett Lazetić. A TSC jelenleg a második helyen áll a tabellán 71 ponttal, míg a Novi Pazar a hatodik 50 ponttal. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. A VMS tisztújító közgyűlése Kishegyesen. Megnyitotta kapuit a 90. nemzetközi mezőgazdasági kiállítás Újvidéken. Felsőoktatási tájékoztató körutat szervezett a Magyar Nemzeti Tanács középiskolások számára. Családi napot tartottak a szabadkai Vackorban. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Még több hír várja önöket a pannonertv.com-on. Ha tehetik, folytassák velünk az estét. Viszontlátásra!